Tisztelt Kozár Mislenyek, Szíber Péter vagyok, pár hónapja vagyok csak képviselő, de egyben a helyi Fidesz elnöke is. Szeretnék ebbe a minőségben megköszönni a város lakosainak, hogy támogatásukkal Hoppá Péter országgyűlési képviselő lett. A Fidesz kormányzati éve alatt mindig annyit segítettek városunknak, amennyi lehetőségük volt. Majd 12 évvel ezelőtt 250 000 plusz támogatást kaptunk, ami mai napig is benne van minden fejlesztésünkben, járdáinkban, parkjainkban, útjainkban, közösségi épületeinkben, és nem utolsó sorban a nyugati városrész eladásra váró parcelláiban. Ebben az évben 1 milliárd forintot kaptunk a központi költségvetéstől a sportcsarnok, stadion és szennyvíz beruházásra. Szeretnénk, ha ez a folyamat majd folytatódna. A város költségvetésének teher volt a sportcsarnok havi részleteit fizetni, most úgy kalkulálhatunk, hogy közel 1,5 millióval többel gazdálkodhatunk havonta. Ez a plusz forrás adta a lehetőséget, hogy kértem a testülettől az átmeneti segélyek maximumának növelését, és hogy egy évben 3-ról 4-re emeljük a lehetséges kifizetést. Sajnos leszavaztak, de nem adom föl. Szeretném, ha összeáll az új testület újra megtárgyalná. Képviselőtársaim és elsősorban polgármester úr bizonyára részletesen elmondják az elmúlt 4 év eredményeit, eseményeit. Az ismétléseket kerülve megbízom az ő tárgyilagos értékelésükben. A helyi Fidesz számára meghatározó lesz a következő pár hónap. A meglévő eredményekre alapozva szeretnénk, ha célkitűzéseink elnyernék az önök támogatását. Köszönöm.